Na, megérkeztünk a Death Valley-be, ami hivatalosan is a Nemzeti Park. Úgyhogy ez a kilátás. Ez egy ilyen vista point. Hát elég elviselhető kilátás. Aha. Most ereszkedünk a lefele. Megnézzük, az első állomás az a... Mi volt? Devil's Cornfield, ami az ördög... Kukoricás mezője. Mezője. Na, akkor folyt köve a kukoricás, az ördög kukoricájáról. Most 4000 láb magasan vagyunk, úgyhogy innen fogunk leereszkedni. Ami ugye ezért tett velni, mert körbe van véve ilyen magas hegyekkel, és nem tud megszökni a fölmelegített levegő a völgyből. Ezért aztán pokoli meleg van. Hát igen, azért jó nyáron jönni amúgy, mert sokáig világosan, most meg már tényleg megy le a nap. Hát igen, nyáron nem bízt megmaradni az 50 fokban. Hát csak hogyha nem vagy kemény, akkor nem. Aha. Annyira nem forgalmas hely. Pedig hétvége van. Igen. Meg leköptelek. Mit csinál? Leköptelek. Igen? Hm? Oh. Szerencsés vagyok. Ó, oh, igen? Ha mondtad volna, hogy ez így összefügg, akkor állandóan köpködnének. Ja, amúgy igen, szerintem nekem ez olyan hely, hogy sose tudnám megunni. Talán. Ja. Kempingezni kéne, mi? Csak hogy jobban be tudsz fogadni. Aha. Uh-huh. Thanks, but no thanks. Hát nincsenek állatok, ezt már megbeszéltük, nem? Hát igen. Hát ide van prérfarkas. Ugye? Meg szamár. Tehát a prérfarkasnál erősebbek vagyunk. Uh-huh. Szamár meg nem bánt. Vagy mint egy ilyen óriási festmény lenne. Uh-huh. Ez a jó, hogy ugye múltkor Las Vegas felől jöttünk, és uh-huh. Ezt nem láttuk, ezt az utat. Ja. Skippelt. Ó, ott is milyen jó fordult, Vivi. Nem, szerintem ez a mi úton. Igen? Uh-huh. Szerintem nem. Hát elérkeztünk ehhez a Devil's Cornfieldjéhez, ami nem más, mint... Hát az ilyen ördög egy... kukoricás mezeje. Az igen, az ördög kukoricás mezeje, de igazából ez egy... Hát egy ilyen mező a semmi közepén. Nem tudom, miért kezdték el ezt így hívni, de nem tudni. Itt a Jeep, meg a Vivike. Aki teljes dobozból eszi a rákcsát. Igen, úgy ilyen fekete a Jeep, úgyhogy jó kis Sahara. Mi passzol a neve a Sahara ide ehhez a homokos helyhez? Micsoda? Passzol a Jeep neve, hogy Sahara, ugye? Uh-huh. Wrangler Sahara. Milyenből lesz ez a chipset? Goldfish. Teljes doboz. Igen. Kis csöpség. Igen. Hát igen, ezt a amerikai módra kell lenni a chipset, meg az ilyen nasi. A táj az meg még mindig fantasztikus. Igen, szerintem azért hívják ilyen kukoricás mezőnek, mert olyan, mint egy ilyen ültetvényes lenne a sivatag közepén. De nem annyira izgi, mint amennyire izgi az összes többi dolog, amit. Például ezek a homokdűnék. Na, ennyi. Menjünk vissza a szállásra, ugye, Vivi?